Ebben a szalomban új gépjárművek és minősített használt autók várják leendő gazdájukat. Az autóház ügyvezetője elmondta, hogy az év elején jelentős mennyiségű gépjármű került a piacra, azonban egész Európában visszaesett a kereslet, mégis úgy tűnik, hogy a helyzet kezd normalizálódni, de még mindig rengeteg a kínálat. Iszonyat nagy kínálati piac alakult ki, azaz túltermelés van, hatalmas mennyiségű autókészletek állnak rendelkezésre, magas áron, hiszen a korábbi kis darabszámú autók áremelése soha nem látott mértékű volt. Volt olyan automárka, ami 35-40%-ot emelt két év alatt, hiszen nem volt alkatrész drágábban, stb. És most kezdjük ennek érzékelni a visszaeső tendenciáját, hiszen most egyszerre beáramlott a hiányzó piacra megrendelt autó, volt, aki másfél-két évet akart várni az autójára. Ezt kielégítettük, és most kezdjük érzékelni, hogy esik vissza a piac. Az elmúlt három évben ugyanis az egész szektor a Covid helyzetre visszatekintve többet változott, mint a korábbi csaknem 30 évben. Akkor ugyanis összeomlott az összes beszállítói lánc, és darabjaira hullott az 50-60 éve működő rendszer. Ezt követően pedig tavaly a csiphiány okozott problémát, és az orosz-ukrán háború sem kímélte a piacot. Átalakultak a fogyasztói szokások, és a csippeket a beszállítók más iparágakra preferáltak inkább, mint az autógyárak. Ezzel bonyolódtak az autók, és egyre több csippet igényeltek. És a végén jött a bombon az ukrán háború miatt, gyakorlatilag az európai kamionsofőrek nagy része kiesett, mivel ukránok hordták az autókat egész Európába. Ergo tavalyi évben a Covid gyötredelmes két éve után kialakult egy őrült nagy keresleti piac, azaz nem tudtunk autót szállítani. Tehát tavaly sorállások voltak autóért, és bármilyen autót meg kellett venni az ügyfeleknek ahhoz, hogy tudják a mobilitásukat biztosítani. Hatalmas használt autó hiány volt a tavalyi évben, hiszen az új gépjárműveket nem tudták értékesíteni a kereskedők. Akadt olyan helyzet is, hogy a fiatal használt autó ára többe került a vadonatújhoz képest, mivel az újra akár másfél évet is várni kell. Emiatt bármennyi pénzt képesek voltak kifizetni a vásárlók, hogy akár azonnal egy viszonylag szalonállapotú autóhoz jussanak. Ez azonban lassan lecsengeni látszik. Nagyon drága használt autókészlet van még. Előbb-utóbb ezeknek lejjebb kell vinni az árát, drasztikusan visszaesett egyébként a használt autókereslet, vagy eladásunk is. Ebből azonban kifolyólag, hogy egyelőre drága a készlet. Új autóba, ami érdekes, hogy az felsőbb kategóriájú drágább gépjárművek értékesítése, ami stabilan megy, a kisebb, olcsóbb kategóriai autók jelentős visszaesést szenvedtek el, de ez látható Európában is. A szakember szerint az olcsóbb autók piaca most kezd el visszaesni, és várhatóan a 2024-es évben ez a folyamat még jobban felgyorsulhat.